Sziasztok, MC Disznőjök a Csillag születékből. És most itt vagyok Becsésen a stáció utában, ahol éppen Ági és Csabinak az esküvője zajlik, és én vagyok a meglepetés vendég. Nagyon kíváncsi, hogy mi jön ki ebből. Remélem élvezni fogják, bár általában ugye szokták élvezni. Ez az esküvő dolog most egy kicsit új formátum lesz, hiszen ezzel szeretnénk egy kicsit feldobni az eddigi hagyományos esküvő formáját, hogy freestyle-ban a nász népet egy kicsit még jobban felspanolni az esküvői hangulatra, úgyhogy hamarosan kezdek. Én már nagyon várom. Oh! Ági és Csabi, hat éve együtt, boldogság, szeretet, ezt kell, hogy tegyük, mert együtt vagyok végig, ez mindenki téged fél, és hát ehhez nem kell nektek már segítség, ő lesz az urat, lehet, hogy újabb már nem mutat, de együtt járhatok ki a közös utat, és ha egyszer majd, oh! És soha semminek kapjatok hajba, már az nehéz is lenne, úgyhogy csak annyit kívánok, hogy veletek együtt boldog legyen minden barátod, az egész család és az egész nász nép, mert a szerelem a világon a legtisztább szándék. Köszönöm! Három után járom
hallgató kedves még keményre vagy te a helyébe mennél. Mi megteszel, amit neked kell, látom a legcsinosabb ígéret vetted fel. Az azt, hogy kimasoltam, minden rendbe rakott a hajába egy kis dizájn rakok. Itt össze ez a tép, neked meg a Boris, hogy beszél, minden hagyja olyan szép. Oh, a tiki, annyi féken gondolom, hogy ez jó nagy volt, mert önkön is süt a elefancia. Thank you.
akkor nem kell a lemezben, hogy tegyél vele a fődig is helyezve. Inkább drágám gyújjál egy csoki bolyót, egy krókuszosat, mert olyan még nem volt. Terhes vagy, lassan jön a babam, mert minden azt, hogy nem leszel egy saját magzata. Azt kívánom, legyen egészséges, legyen répán, te is ettél, ha nem is mentél répán. Na, látod, jó neked! Odaadom neked majd az összeset, hozzá helyette csoki golyót teszek, mert nekem az édes römbe, de meg kocsom le az ásványvízbe. Amint állsz a bőlegény elé, nehogy már is szív, tiszta józan legyél. Komolyan mondod, ásványvizet is szól, adok neked karalábét, majd ebben kiszikol. Aztán megmondod magadat, annyi tiszta hajra dugjátok az anyagokat, és utána jön majd a sárga répa, hozzá jó, arany szívű csigatészta. Ez is megvolt, és ha összeáll az éjszatás, akkor nem lesz semmi orcsolás, mint ez az élmény, ez a kajádat. Tényleg jó a karalábé. Nem ettem se salátámat, csak levesbe, de egy szeretett hátba, neked a kókusz golyó kéne, mert az nagyon finom, bárhogy az anyukát az éjszatás készül, nem vagy, de hogy csak mindent megeszed, és igazából tiszta szívből szereted, akkor örül mindenki és a gyereked. Hallod? Ezt így hagyod, vagy megeszed? Megtenem, mindegy, de nyugodt a napi célre. A karalábét meg húzzuk végre félre, a bulinak ma este soha ne legyen vége. Köszönöm! Köszönöm szépen! Lehettem, és hogy ezt a meglepetést, ezt tényleg így közösen összehozhattuk, és... Nagyon köszönjük, tényleg, arcom letettem. Hát nagyon szívesen, legyetek nagyon-nagyon boldogok. És látszott a vendégeken is, hogy mennyire élvezték. Igen, én is láttam, meg is lehetődtem. Vissza is tapsoltak. Mondjuk igen, itt neked aztán úgymond terített asztal a hely a témákból. Hát ez szó szerint, meg hát az azt is jön, de nagyon szép volt, nekem nagyon tetszett, nagyon ilyen helyszín is meg. Tényleg, régen voltam, nem nagyon szoktam járni a külön, hát a családon belül igen, de úgy nagyon jó. De igen. Hát köszönöm. Mi is köszönjük szépen, hát most további sok sikert kívánunk. Köszönöm még egyszer. Nagyon szép estét adtál nekünk. Ennyi. Ezért érdemes csinálni. Ilyen az ifjú pár. Köszönjük.